A pillanat alatt kapta ki alól a futóművet, mint nagyanyám a protézisét. 36 kilométer volt az elfogó vadászgépe. Bandi bácsi hazaérkezett, kérdezi a feleség, hogy Bandi, mi füstolott? Nem tudom, nekem is intett a rendőr, hogy figyeljek, mert van valami. A kedvenc bankrablónk a Flórián téri csávó volt. Hát ő elvitt a biztonsági őrt túsznak. Pincébe fogok bujkálni, hát. Hát, ha nem még a lámpa, én félek, a sötétbe jössz velem. Az meg ment, de égett a villany, elengedte, elbújt ugye ott lenne a sötétben, jöttek a zsaruk, körbezárták a házat, rohangáltak a üzébe, mint mérgezett tegér a stelázsiba. És akkor derült ki, hogy Magyarországon tényleg nem dolgozik senki, mert minden ablakból nézte valaki. Magdika, gyere át, nézzük együtt, sütöttem hókiflit. Megyek mindjárt, viszek egy kis Diannát. Irma, nálad volt-e már a rabló? Nem tudom, én így ki vagyok hajolva. Fegyveres rabló, nem tudom, itt közöttek volt-e már valaki lelőve? Nem, nem egészséges dolog. Tehát a fegyver az egy nagyon komoly dolog. Nem csak a kakas riad meg tőle, gondolj Jimmyre. Tehát az... Jó, akkor ne gondolj. Tehát ott van a házban egy fegyveres rabló, engem már kétszer lőttek le, tudom mit jelent, hidd el nekem. Ha mi házunkban fegyveres rabló lenne, én a szemetes kukával a fejemen ülnék a hűtőm mögött, mint egy szardarab, hogy én nem... Ezek meg... Jóska bátyát kinéz. Azt a... Mennyi rendőr? Ica, bezártam én a Igniszt. Felöltözött, lement megnézni. Körbeáll az a sok izmos rendőr tele adrenalinnal, fegyverrel, mert egy fegyveres rabló van bent, egyszer csak fütyörészve valaki kirúgja a bejárati ajtót. Fél Jóska bácsi, ki? Nekik ezt nem mondták ott lent. 60-an ráugrották, belecsavarták, mint egy csikket a betonba. Jaj, fiúk, hát... Én Jóska bácsi vagyok, csak mentem volna megnézni a Igniszt, hogy be van ez árva. El fogom felejteni, addig röhögsz, figyelsz. Sose lesz vége. Az egyik ilyen idegesebb srác meg így véletlenül azt mondta neki, hogy akkor menj a kurva anyádba. Jóska bácsi megsértődött, megkereste a műveleti parancsnokot, oda ment, hogy én Jóska bácsi vagyok. Jövök le? Azt akkor? Menjek az anyámba? Erre azt mondta neki a műveleti parancsnok, hát akkor mire vár? Szevasztok, ott maradsz. Nem neked mondtam a... Mert... Hát nem az, hogy alkoholista vagyok, csak... Így behozom mindig, hogy jó barátok vagyunk. Nem véletlenül nincs rajta címke. Nem hideg, 52 fokos. Szevasztok. Képzeljétek el, tegnap találkoztam, kapaszkodjál, Bajnai Gordonnal. Egy bevásárló központban mögöttem állt a lámpánál kocsival. Megismertem, mert indexelt, hogy előre fogok menni. Kék inkben volt, ült a kocsiában, mint egy ember, hogy így ment a boltban. Kicsit meglepett, hogy se testőrök, se kordon, csak maga Gordon egyedül. Mondom, lehet, hogy elfelejtette, hallott, hogy a miniszterelnök. Reggel ott vakarja a tökét gatyába. Mit kéne ma csinálni? Cseng a telefon. Miniszterelnök úr, kormányülés van. Ó, baszki, már ennyi az idő? Hű, gyerekek, én nem tudok bemenni, hát szomszéd a kerítést csinálunk. De hát, válság van. Hát ötre jönnek anyósom még szalonnát sütni. Figyelj, nem lehetne a kormány benne egy láda sört, kijöttök, megtartjuk itt, vagy... Nagyon megijedtem. Ő a főnök, vigyázni kell, hallod? Ezt egyszer majd ő áll előttem a sorba, benéz, b***d meg a hatázi.
Néha előfordulhat, nem? Hát... Ő is nézheti a tévét, ha van neki. Abba egy forintból, érted? Na hát, mert vannak ezek a hírességek, akiket úgy hívnak, hogy celebek. Azt kell róluk tudni, hogy nem értenek semmit, csak híresek. De ez egy szakma, tehát ezért sokat kell szenvedni, műmel, mit tudom én. Hát gondolod, nem értesz semmit, ez hogy kerülsz be az újságba, mi? Az nagy meló, és ezeket a celebeket kézede Szegeden úgy mondják cölöb. A cölöbök. Itt van ez a fekete pákó, nem akarom bántani, de kikérem magamnak, hogy egy olyan táncdalénekes, aki beszélni se tud, ő főzzön a tévébe. Én meg írnám a receptet, hogy... Lehet, hallod, otthon ezzel mérgezik az orszarvút, mi? A többi hülye cölöbb meg megeszik. Hány pontot adsz? Most már egyet sem, kész. A fekete pákó, akkor hát Bódi Szilvi egy kicsit zavarba egy elhajt... Szögedi vagy mi? Hogy ha egy elhagyja a telefonját, figyeld meg, holnap a következő, aztán a harmadik. És mert hogy megírták, hogy ő elhagyta? Én is. Ha! Jaj, hol a mobilom? Következő áldozat Dundika volt. Hát Dundikának óvodában buborék volt a jele. Hát téged hogy hívnak? Melyik csoportba jársz? Mi a jeled? Te vagy Dundika! Szóval ő is elhagyta a mobilját, és mondta, hogy nagyon aggódik, mert azon is vannak intim képek, mert a pasikájával volt a Görögbe, és ott készültek, és mi lesz, hogyha az nyilvánosságra kerül az intim kép? Hát mondom, akkor én beírom a Google-be a képek közül, hogy Dundika, puty! Hogy akkor most mit kell szégyelni, mert ugye, meg milyen az az intim? Mert azt tudjuk, már mondtam, hogy az akt, amikor valaki csupa, az pornó, ha valaki odanyúl, ha többen odanyúlnak, az ugye emlék a gólyatáborból. De milyen az intim? És ahogy így nézegettem a képeket, amik így jöttek föl Dundikáról, arra a következtetésre jutottam, hogy vele kapcsolatban az lehet az intim kép, amikor csukva van a szája. Vagy van a hardcore intim kép, amikor egy könyv van a kezébe, de az nagyon durva. Köszönöm szépen! Olcsó poén lenne most ide bígyeszteni, hogy a humor Dundikája következik. Elsőként fogadják szeretet! Dilemáztunk, hogy mi is csinálunk ilyen Rippelfi véreseket, mint a... Két héttel ezelőtt a Kis Ádám meg az Aranyosi, de még kézzel se, tehát így, hogy van egy barátom, ilyen kertész állítottságú, és mondja nekem egyszer, hogy... Így elment egy délelőtt, semmit nem tudtam meg. Emlékszem, mit akartam mondani? Várj! Figyelj! Tegnap előtt. Várjál, mikor volt ez a sárga csík az égen? Az volt a nap! Hallod, szívom ezt a szart! Elfogy. Hát mondom, ne szívjad. Ja, hülyeség. Az jutott eszembe, hallod? Figyelj, kurva jó, figyelj. Beülünk a kocsitba, 5-6-7-en. Felhúzzuk a ablakot. Én elszívok egy ilyen vicces cigit.
És amikor kifújja a füstöt, nem ám elmegy a francba, hanem bemarad a kocsiba. Mi meg 56-an... Recycling füst, érted? Válság van, gazdaságosság. Hát mondom, próbáljuk ki, beültünk a kocsiba. Megvolt. Én vezettem. Mindig én vezetek. Elindultunk. Hát téptünk, vagy... Sokkal, sokkal. Nagy köd volt, annyiba maradjunk. Hallod, a kormányt alig láttam. Egyszer csak a rendőrök nagyon biztonságosan egy olyan 25-29 perc alatt lehúzódtam. Jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meghalsz, k***g. Elmegy a füst. Mi? Most egy kis reklám következik, de ne menjenek sehova, rögtön jövünk vissza. Köszi szépen. Na, hát jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meghalsz, k***g. Elmegy a füst. Mi? Oda jön a rendőr, bekopog. Mutatja, tekerd le az ablakot, nem lehet. Kikapcsolja a pisztolytáskát, na. Vagy az kint, vagy ezben megöl. Hát mondom így réstire. Nyik! Azon a kis nyíláson így dölt ki a füst. De a rendőrt így kerültek ki. Lányos zavaromban én szólaltam meg először, mondom, ne nyissuk már ki az ajtót, mert úgy be vagyok tépve, hogy kizuhanok. Nem jó, nem jó kezdőmondat. Egyből felnyomod magad, meg se kérdezte, hogy hogy hívnak. Már felnyomtam magam. Tudjad, az őszinte beismerő vallomás és a konoktagadás között 2 év az elbírálásban a különbség. Én meg felnyomom magam egyből, hát mondom, akkor Jedi erő. Nem kéred a papírjaimat. És nem akarsz igazoltatni. A csámónak jött ki a szeme, mint a csigának így. Baszki, működik? Nem kéred a papírjaimat. Nem. Azt mondja... Nem is azért állítottam meg. Én este elmegyek a diszkóba, annyi csajom lesz. Ne. Azért állítottam meg önöket, mert elromlott a ladvánk. Ha behúznának minket Baktalóránt házáig, megköszönnénk. Kötél már oda volt illesztve, biztonságosan 7-9 perc alatt rátolattam. Felakasztottuk a rendőröket. Téptünk tovább. Egyszer belenézek a tükörbe. Öcsém, zsaruk, vissza kettő, zsaruk! Na, hát képzeljétek el, van egy legenda Debrecenben, egy bizonyos zenekarról, hát ilyen bibliai zenekar, 12-en vannak. Hogy hívhatják őket? Igen, és hát volt egy koncertjük, amikor énekelt a táncdal énekes, hogy annyi biztos, hogy jó egyszer. Hölgyeim és uraim, elment az áram. De ez csak legenda, tehát nem biztos, hogy így van. Képzeljétek, voltam börtönben, fegyházban, nem börtönben, Aranyosi Péter kollégám mondta, hogy menjünk a sítre, mondom, te kiskomám, te mész, én meg nem megyek. De mondta, hogy ez ilyen jótékonykodás, mert hogy ott a srácok be vannak zárva és unatkoznak, hát mondom, erről szól a börtön. Nem. És, hát de, hogy menjünk el, és így jótékonykodjunk, ingyen lépjünk fel a srácoknak, az én kocsimmal mentünk. Már vártak minket, kínált a kultúros, egy jópofa százados, és bementünk a börtönbe, hát nem mosolyogva, tehát ezt nem gondoltam volna, hogy önként bemegyek, de Peti ment elől, beléptünk, tss, már az ajtót ránk vágták, egyre jobban ment össze a gyomrom, tudom, nem látszik, de akkor hidd el, így volt.
Bementünk, órát, csatot, ilyen fémen, és mindent le, elzártak, mobiltelefont is, mondom, így nem tudom felhívni anyámat, hogy jöjjön értem, hogy nagy baj lesz. Egyre mélyebbre kerültünk a sitre, hát 1351-ben épült, nem sokat költöttek rá azóta. Elég nyomasztó, mindenütt ilyen fémkereső kapuk vannak, még a budiba is. Mondtam, Peti, nekem pisilke, nekem is. Kimentünk oda, és akkor hát hallom, hogy valaki szuszog mögöttünk. Megfordulok, egy ilyen börtönőr. Mondom, ránk nem kell vigyázni, mi nem vagyunk sittesek. Cő. Mentünk beljebb, hát ott két csávó, de olyan nagyon, ilyen, mint a szupka, ilyen. Bármit kinézel belőle, nem mertünk ránézni. Elmentünk, kérdeztem a kultúrost, hogy ez a két kicsit sem szimpatikus fiatalember, ez baltásgyilkos, vagy ilyen láncfűrészes? Azt mondja, nem, ők jól viselkedtek, ők nem nézhetik a műsort. Kimennek a disznótelepre szartlapátolni. Mondom, itt aztán tudnak dicsérni. És aztán már hát nagyon, nagyon kellett volna kezdenünk idő szerint, és mondja ez a nagyon szimpatikus százados, hogy hát egy kicsit késünk a műsorral, mert nem sikerült még megszüntetni a tevékenységet. Ez nagyon szakkifejezés volt, kérdeztem, mit jelent? Hát ott van a nézőtéren egy kis verekedés, hát... Nem igazán verekedés, mert csak így itt elvágta az egyik fiú a másiknak, mert az első sorba akart ülni. Na te, Peti, te kezdesz. És mint egy halottas menet mentünk be, hat kommandós előttünk, hat kommandós mögöttünk, két beszart csávó, Peti meg én. Mentünk, nagyon izgalmas folyosókon át, és egyszer csak egy üvegfal mögött ott ültek a srácok. Peti, te kezdesz, fölment a színpad, és elsőre beszólt nekik, hogy szar az akótok. Mindenkin ugyanolyan volt. De értik a srácok a viccet, nevettek, jó volt. Azt mondja ez a bolond, hogy... Mármint Peti, el akarta mesélni. Hány pontot adsz? Most már egyet sem, kész. Szóval Fekete Pákó, akkor hát Bódi Szilvi egy kicsit zavarba ejt, földim, hogy az Y rossz helyen van a nevében, mert ugye a cipő, a Bódi, másik Bódi cipő, neki a Bódiba van, és Szilvinek meg a Szilvibe van. Tehát ilyen Bódi Y-vi. Így hívják. Egy jó nő, és képzeld el, azt olvastam, hogy meghalt a barátja. Mi? Azért ez már nem vicces. Azért elolvastam. Hát mégiscsak egy jó nő, és akkor ezek szerint már szabad gondoltam. Vagy a tizedik sornál járok, mikor kiderül, hogy nem a barátja halt meg, a nyula döglött meg. Az újságírásnak két alapvető szabálya van, az egyik, hogy a hír szent, a másik, hogy a vélemény szabad. Ezt tudod mi? Szoptás. A másik, amit olvastam, Voksán Virágnak ellopták a mobiltelefonját. Mondom, ez válságban, meg a növényeknek is telefonjuk van. Mi? Mert én nem tudtam, hogy ő egy valaki. Tehát én, már most értsd jól, tehát hogy van a körömvirág, kardvirág, voksánvirág, én ezen a vonalon gondolkodtam. Erre kiderül, hogy voksánvirág nem növény. Helyváltoztatásra képes. Ez különbözteti meg a növényeket például az állatoktól. Várjál, voksánvirág, playmate DJ. És az a baj a cölöbökkel, vagy nevezzük celebeknek, hogy egy elhaj... Szögedi vagy mi, hogy ha egy elhagyja a telefonját, figyeld meg, holnap a következő, aztán a harmadik. És mert hogy megírták, hogy ő elhagyta, én is. Hopp. Jaj, hol a mobilom? Következő áldozat Dundika volt. A Dundikának óvodában buborék volt a jele. Hát téged hogy hívnak? Melyik csoportba jársz? Mi a jeled? Te vagy Dundika!
Szóval ő is elhagyta a mobilját, és mondta, hogy nagyon aggódik, mert azon is vannak intim képek, mert a pasikájával volt a görögbe, és ott készültek, és mi lesz, hogyha az nyilvánosságra kerül az intim kép? Hát mondom, akkor én beírom a Google-be a képek közül, Dundika, puty! Hogy akkor most mit kell szégyelni, mert ugye, meg milyen az az intim? Mert azt tudjuk, már mondtam, hogy az akt, amikor valaki csupa, az pornó, ha valaki odanyúl, ha többen odanyúlnak, az ugye emlék a gólyatáborból. De milyen az intim? És ahogy így nézegettem a képeket, amik így jöttek föl Dundikáról, arra a következtetésre jutottam, hogy vele kapcsolatban az lehet az intim kép, amikor csukva van a szája. Vagy van a hardcore intim kép, amikor egy könyv van a kezébe, de az nagyon durva. Köszönöm szépen! Ocsó poén lenne most ide bígyeszteni, hogy a humor Dundikája következik. Elsőként fogadják szeretettel a Shoulder Club színpadán Dombovár István! Dilemáztunk, hogy mi is csinálunk ilyen Rippelfi véreseket, mint a... Két héttel ezelőtt a Kis Ádám meg az Aranyos ide, még kézzel se, tehát így, hogy van egy barátom, ilyen kertész beállítottságú, és mondja nekem egyszer, hogy... Így elment egy délelőtt, semmit nem tudtam meg. Hallod, figyelj! Azt hiszem! Öccse! Figyelj! Hallod! Emlékszel, mit akartam mondani? Hallod? Várj! Figyelj! Tegnap előtt. Várjál, mikor volt ez a sárga csík az égen? Az volt a nap! Hallod, szívom ezt a szart! Elfogy. Hát mondom, ne szívjad. Ja, hülyeség. Az jutott eszembe, hallod? Figyelj, akkor jó, figyelj. Beülünk a kocsitba, 5-6-7. Felhúzzuk a ablakot. Én elszívok egy ilyen vicces cigit. És amikor kifúj a füstöt, nem ám elmegy a francba, hanem bemarad a kocsiba. Mi meg 5-6-at... Recycling füst, érted? Válság van, gazdaságosság. Mondom, próbáljuk ki, beültünk a kocsiba. Megvolt. Én vezettem. Mindig én vezetek. Elindultunk. Hát téptünk, vagy... Sokkal, nagy köd volt, annyiba maradjon. Hallod, a kormányt alig láttam. Egyszer csak a rendőrök nagyon biztonságosan egy olyan 25-29 perc alatt lehúzódtam. Jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meg ha az k***g. Elmegy a füst. Mi? Most egy kis reklám következik, de ne menjenek sehova, rögtön jövünk vissza. Köszi szépen. Na, hát jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meg ha az k***g. Elmegy a füst. Mi? Oda jön a rendőr, bekopog. Mutatja, tekerd le az ablakot, nem lehet? Kikapcsolja a pisztolytáskát, na. Vagy az kint, vagy ezben megöl. Hát mondom, így résnyire. Nyik!
Azon a kis nyíláson így dölt ki a fű. De a rendőrt így kerültek ki. Lányos zavaromban én szólaltam meg. Először mondom, ne nyissuk már ki az ajtót, mert úgy be vagyok tépve, hogy kizuhanok. Nem jó kezdőmondat. Egyből felnyomod magad, meg se kérdezte, hogy hogy hívnak. Már felnyomtam magam. Tudjad, az őszinte beismerő vallomás és a konoktagadás között 2 év az elbírálásban a különbség. Én meg felnyomom magam egyből, hát mondom, akkor Jedi erő. Nem kéred a papírjaimat. És nem akarsz igazoltatni. A csámónak jött ki a szeme, mint a csigának így. Nem kérem. Nem. Azt mondja, nem is azért állítottam meg. Én este elmegyek a diszkóba, annyi csajom lesz. Nem. Azért állítottam meg önöket, mert elromlott a lakvánk. Ha behúznának minket Baktalóránt házáig, megköszönnénk. Kötél már oda volt illesztve, biztonságosan 7-9 perc alatt rátolattam. Felakasztottuk a rendőröket. Téptünk tovább. Egyszer belenézek a tükörbe. Öcsém, zsaruk, vissza kettő, zsaruk! Na, hát képzeljétek el, van egy legenda Debrecenben, egy bizonyos zenekarról, hát ilyen bibliai zenekar, 12-en vannak. Hogy hívhatják őket? Igen, és hát volt egy koncertjük, amikor énekelt a táncdal énekes, hogy annyi biztos, hogy jó egyért. Hölgyeim és uraim, elment az áram. De ez csak legenda, tehát nem biztos, hogy így van. Képzeljétek, voltam börtönben, fegyházban, nem börtönben, Aranyosi Péter kollégám mondta, hogy menjünk a sitre, mondom, te kiskomán, te mész, én meg nem megyek. De mondta, hogy ez ilyen jótékonykodás, mert hogy ott a srácok be vannak zárva és unatkoznak, hát mondom, erről szól a börtön. Nem. És, hát de, hogy menjünk el, és így jótékonykodjunk, ingyen lépjünk fel a srácoknak, az én kocsimmal mentünk. Hát. Már vártak minket, kínált a kultúros, egy jópofa százados, és bementünk a börtönbe, hát nem mosolyogva, tehát ezt nem gondoltam volna, hogy önként bemegyek, de Peti ment elől, beléptünk, már az ajtót ránk vágták, egyre jobban ment össze a gyomrom, tudom nem látszik, de akkor ide így volt. Bementünk órát, csatot, ilyen fémen, mindent le, elzártak, mobiltelefont is, mondom, így nem tudom fölhívni anyámat, hogy jöjjön értem, hogy nagy baj lesz. Egyre mélyebbre kerültünk a sitre, hát 1351-ben épült, nem sokat költöttek rá azóta. Elég nyomasztó, mindenütt ilyen fémkereső kapuk vannak, még a budiba is. Mondtam, Peti, nekem pisilke, nekem is. Kimentünk oda. És akkor hát hallom, hogy valaki szuszog mögöttünk. Megfordulok, egy ilyen börtönőr. Mondom, ránk nem kell vigyázni, mi nem vagyunk sittesek. Cő. Mentünk beljebb, állt ott két csávó, de olyan nagyon, ilyen, mint a szupka, ilyen. Bármit kinézel belőle, nem mertünk ránézni. Elmentünk, kérdeztem a kultúrost, hogy ez a két kicsit sem szimpatikus fiatalember, ez baltásgyilkos, vagy ilyen láncfűrészes? Azt mondja, nem, ők jól viselkedtek, ők nem nézhetik a műsort. Kimennek a disznótelepre szartlapátolni. Mondom, itt aztán tudnak dicsérni. És aztán már hát nagyon, nagyon kellett volna kezdenünk idő szerint, és mondja ez a nagyon szimpatikus százados, hogy hát egy kicsit késünk a műsorral, mert nem sikerült még megszüntetni a tevékenységet. Ez nagyon szakkifejezés volt, kérdeztem, mit ilyen? Hát tud volna nézőtörön egy kis verekedés, hát... Nem igazán verekedés, mert csak így itt elvágta az egyik fiú a...
másiknak, mert az első sorba akart ülni, a te Peti, te kezdesz. És mint egy halottas menet mentünk be, hat kommandós előttünk, hat kommandós mögöttünk, két beszart csáv, Peti meg én. Mentünk, nagyon izgalmas folyosókon át, és egyszer csak egy üvegfal mögött ott ültek a srácok. Peti, te kezdesz, fölment a színpad, és elsőre beszólt nekik, hogy szar az akótok. Mindenki ugyanolyan volt. De értik a srácok a viccet, nevettek, jó volt. Azt mondja ez a bolond, hogy... Mármint Peti, el akarta mesélni ezt a prostata vizsgálatos történetét, amit már bizonyára hallottatok. Azt mondja, hogy fiú, kinek volt már közületek prostata vizsgálata? Huszonöt kéz a magasban. Azt mondja Peti, hogy hát de nem úgy egymásnak, hanem orvos által. Egy kéz maradt fönt. Úgyhogy a sitten nem olyan jó. Most csoportos elkövetők következnek tehát. Fogadjátok szeretettel Hajdú Stívet és Magyar Attilát. Hajdú Stív és Magyar Attila, kérem vissza a székemet. Nem, az nem ülök rá, csak biztonságot ad, hogy... Még egy zsebkendőt, ha valaki tudna adni. Visszaadom utána, csak egy kicsit kell. Nem? Nincs? Jó. Anyád így engedett el, mi? Van egy haverom, képzeljétek el, ilyen gazdag. De nem kicsit, hogy így van egy bömbél vagy valami, hanem mindene megvan, és ez neki kevés, úgyhogy vett egy kabriót, de egy ilyen 60 milliósat. Hogy, ja, azért kabrió, mert a tetőablak, mondtam, hogy az is elég b***nek, hogy lássák felülről, hogy hülye vagy, de hogy neki az kell, hogy mindenki lássa, hogy így... Hasított bőrülés van benne. Az olyan, mint mikor a boci fordítva veszi fel a kabátot, vagy fonákul. És ráadásul a hegyen lakik, jött le a hegyről, és nem a busznak volt elsőbsége, de elengedte, hogy lássák, hogy kiül a kocsiba. Kifordult a busz után, és pukizni akart, és amikor kanyarodsz, nem tudom, szoktál-e vezetni, egy kicsit úgy bele is dőlsz, hogy kanyar. Jött a puki, gondolta ő, de csomagot kapott. Ahogy így... De tudsz örülni a más bajának, de tudsz örülni. Így beledőlt egy kicsit, gól! Ez nyáron történt, úgyhogy ez a... Ez a félautomata sportnadrág volt rajta. Biztos ismered, hogy ilyen szorgos kínai gyerekek ilyen szúnyoghálót vartak bele a alsógatya helyet. Nem? Ezzel az a gáz, hogy a részecskék gyorsulását nem akadályozza. Csak szűri. És ő ebbe volt, úgyhogy amikor így beledőlt, puf, gól! Akkor így az anyós ülésre lőtt egy ilyen hélűstökös formát. Hála Istennek, a buszból is mindenki látta. Drága kocsi, szarni bele! Egyszer élünk! És nekem is hasított bőrülésem van. Kihasított. Azt mondta Bruti, hogy az hangyabőr. Mert pici lyukak vannak rajta, hangyabőr. Na neki igazi hasított bőr volt. Puff, hélűstökös. Hát ma nem megyünk be a városba, a telefon anyának, készíts ki a körömkefét, vimet, súrolóport, mert jövök haza. Hazament, és hát anyával kettesben egy másfél óra alatt a hélű üstökösből csináltak egy komplett univerzumot. A hasított bőrből nem jön ki. És hát úgy döntött, hogy visszaviszem. Visszament, de még akkor ugye válság előtt voltunk. Még egy főnök, egyszer élünk, ez mindenki kocsit vett, úgyhogy... Pálmánál másfél órát várakozott, hogy kopjanak már le ezek. Mert meghallják, hogy mit csináltam. Úgyhogy odalépett a főnökhöz, mikor már kevesen voltak, hogy hát... van egy kis baj a kocsival. Ne. De. De most vette tegnap. Aha. Hát, és mi a baj? Fifi kutyát vittem oltásra. Na menjünk, nézzük meg, kimentek, és a szervizfőnök így benézett a kocsiba, és csak ennyit mondott. És Fifi kutya vezetett.
következő fellépőnkről is tudnék ilyen történetet mondani. Nem, ez csúnyaság volt. Csak azt tudom elmondani, hogy amikor először forgattuk itt a Soder klubot, akkor neki a családja a vidéken volt, nekem is, és hát együtt töltöttünk egy éjszakát. De nem úgy, hogy te gondoltál. Hát így szóra férfi módra a konyhába okosakat mondtunk, háromig, és akkor én elrúgtam az ágyig őt, hogy Viktor itt fogsz aludni. Bele is rúgtam, tehát hogy nem úgy, hogy elvittem is majd oda ledő, hanem így biztonságilag így ott elterült, lefeküdtem. Éjszaka háromszor jelent meg az ágyamnál. De valahányszor én felébredtem, eltűnt újra, és hát mindikor töltött káposztát vacsorázol avas tepertől. Lefőve csatlakosan ébredtem reggel. Arra, hogy megint ott áll az ágyamnál. És mondja, hogy nem bírom tovább, hol van a WC? Hát mondom, te nyomorult. Az ágyad melletti ajtó pont oda nyílik. Ellopták. Mondta teljes meggyőződéssel, ellopták, én azon az ajtón jöttem be ide. Annyit ittunk, hogy eladtuk a fürdőszobát. Ez ilyen... Fölkeltem, nem, tényleg, de kiderült, hogy ő álmába átmászott egy másik ágyra. Biztos, ami biztos, nehogy én megtaláljam éjjel. Illetve a mai napig tisztázatlan okokból a termosztátot fölvette 35 fokra, hogy... Ki lehet ez az ember? Ki tudja? Hát én tudom, Szupkai Viktor következik. Mondjuk ritkán nézik ennyien, hogy felállítom, de azért muszáj ember méretűre. Ádámkának csak annyit üzennék, hogy a sütemény stylistot úgy hívják, hogy cukrász, de... Ez csak egy kis apró adalék. De van, hogy az ember téved, mert... Én voltam 100 halombattán egy üzletből kifolyólag, és így szállok be a kocsimba, mit látok? Játékkiállítás és matrica múzeum. Mondom, király, bemegyek, hát anyagot gyűjtök. Bemegyek, mondom, csokkolom, jó fej. Csokkolom, megnézem én ezt a matrica múzeumot. A csajról leesett a szemüveg, visszatette. Hát nem tudhatja mindenki, fiatalember. Mit? Valamikor volt itt egy római település, úgy hívták Mátrika. Csókolom, majd visszajövök később. Ilyen van. Mátrika. Kicsit lehet, hogy el fog menni közben a hangom. Nem a meghatottságtól, csak kínálszok a gyepen otthon, mert felújítjuk a lakást. Furcsa módja az öngyilkosságnak, hogy így beengedsz ilyen rablókat a házadba, hogy csináltok, amit akartok, majd fizetem. Á, gyerekek, nagyon komoly. Mert megtévesztem, mert ki szokta egyetlen elkérni mondjuk egy kőművestől a szakmunkás bizonyítványát, hogy hanyas voltál? Senki. De azt se kérde, hogy egyáltalán van-e neki, csak mi ezért, ez minden, ez mi kell? Hűtés, fűtés, víz, gáz, vakolás, alapozás, festés, szárítás. Hát így elmondtam neki, menni fog. És én bíztam benne, mert mindenki mesternek szólította, hogy 2 hét múlva derült ki, hogy ez a neve Mester. Ez a család neve volt. Hát komoly feladatokkal kellett nekik megküzdeniük. Konkrétan volt egy 60 centis szintkülönbség 2 épület között. Hát én egy 3 lépcsőfokba gondolkodva kiadtam a feladatot, hogy srácok, szokásos. Elmentem sörér, visszajöttem 20 perc múlva, kész volt az 1. lépcsőfok. Egy 40 centis. Nézem, nagy meglepettem, mondom, mi volt a terv, fiúk? Mivel? Mondom, a lépcsővel. Ja, elmegyünk a borba, aztán visszajöttünk kedden vagy szerdán, akkor a nagy lépcsőfokra megépítsük a 2 kicsit. Ők úgy tervezték, majd a nagy tart 2 kicsit, mondom, nem. 3 húsztent is megsértődtek. Mondtam, ne vállaljuk el, kekeckedik. És mondom, be kéne együtt zsaluzni, hogy lássam, mert én is el fogok menni a boltba, kedszerbe, csütörtökön, és addigra hátha kész lesz. Kész volt a zsalu, nézem, mondom, nem lehetne párhuzamos? Nem. Így nem. Mondom, miért nem? A 3 főnök, az páratlan szám. Így kezdtünk. Hát voltak még meglepetések. A kedvencem a villanyszerelő volt, állt a létrán. Laci, gyere már egy kicsit. Alud, fogd már meg. Ráz.
hülye vagy, engem akarsz megölni, hát én fogok fizetni. Jaj, bocsi, Peti, gyere csak! Igen. Azért én nem rögtem. Azt mondta, nálam az alternatív kapcsoló az azt jelenti, hogy vagy be tudom kötni, vagy nem. Nagy királyok voltak. Fűtés szerelőnek mutattam, hogy figyelj, ezt a radiátort kéne kicserélni ezzel. Ecset, hogy azt hiszem nincsen sok értelme, azt művelni kell, tehát ez nem ilyen egyszerű dolog. Az én nagyapámnak volt egy mondása, a víz örüljön, hogy megmosdok benne. Csak hogy tudjad, hogy honnan jövök, tehát... Az volt, hogy kivittek a szőlőbe kapálni, apukám meg a nagyapám, nehéz volt minket összetéveszteni, hát ugye 70, 30 és 10 évesek, de mind a hármat Lászlónak hívták. Nekem, hogy agyanyám készül, Laci, gyere már, akkor nem volt gond, bárki mehetett. És elvittek kapálni a szőlőbe, és így gyerekfejjel így kezdtem megszomjazni, és mondták, ott van a bor hátul. De mondom, víz, oh. Ki nem mond még egyszer. És a nagyapám 80 éves volt, amikor egy nyáron megfázott, és úgy gondolt, hogy nem eszik, amíg beteg. És nagyanyám ezt fájlalta, elvitte az orvoshoz, mindjárt kérdezte az orvos a szokásos rutin kérdést, fogyaszt-e alkoholt? Mire nagyfater, nyisson ki valamit, doktor úr. Nem úgy értem. Ja. Szokott-e inni? Nagyanyám vette át a szót. Szokott? Hát! Mit? Ahogy fel kell pálinkát? Napközben bort vagy fröccsöt, ha nagyon meleg van, sört is. Ünnepkor pezsgőt, ha én meghagyom vermutot is. Mióta? Mióta az eszi, tudja? És tényleg, ez egy olyan kultúra, hogy már 3 évesen a borostájával indítanak napközibe. Te vagy a legjobb gyerek az egész óvodában. Nem kapkodsz, nem idegeskedsz, jó leszel. És akkor azt is megkérdezte az orvos, hogy dohányzik-e a bácsi. Nagyanyám folytatta, hogy dohányzik, hát szívja azt a büdös románcot. Mióta? 75 éve. A doki bevette egy sablekötőt és hazaküldte őket. Hát vidéken megesik. Na most nálunk, ahol én lakom, a 304-es italbolt kupola termébe jár a lakosság ünnep és hétköznapokon szórakozni, és ott nézik a Mónika Show-t tátott szája. Oh, nézze, de azt a betyár! És hát van egy ismerősöm, a fokozott máj működése okán kapta a Sárga János nevet. És ő is itt ivott, kicsit túlitta magát, egy 16-19 sörrel vezette be az estét, és úgy érezte, hogy az utolsó 3 már nem kellett volna, gondolta, kiviszi a kis objektumba, ami a kocsma hátulján van. És ahogy így ment ki, azt nem mondtam, hogy ő ilyen szájkaratés. Ez egy életforma, szintén a szájkaratés. Ez oda megyünk, meg fogjuk, felrakjátok, hagyjad már, de semmi az, így, úgy. Nem csinál semmit, csak beleugat mindenbe. A legveszélyesebb fajta, szóval ő így ment ki a kis objektumhoz, a srácok meg ott kinn az udvaron beszélgettek a sötétbe, és hát egy rendes szájkaratés beszól nekik. Menjetek már az apátokat, hogy tátok itt, erigyetek, erigyetek! Az egyik srác meg igazi karatés volt. És egy ilyen köríves rugással illesztett a homlokára egy cipőtalpnyomot. Még 2 napig olvasható volt a homlokán, hogy sadida. És az ütés erejétől ő rázuhant a kerékpár tárolóra, ami nálunk még mindig a kocsma udvaron ilyen betonacélból van hajtogatva és összehegeszve. Ő erre rázuhant a tökéletes testével, mert 160-as, mindenhogy. Igen, körbe is. Rázuhant, és átment a feje 2 ilyen betonacél pálca között. De ugye az emberi fej aerodinamikailag menekülésre van tervezve. Előre.
És így könnyedén át csusszant a feje a két pálca között, és rohadtul nem jött vissza. A srácok hazamentek, a kollégánk pedig ott guggolt a kocsma udvaron, bebörtönzött fejjel a biciklitárolóba, és érezte, hogy ebből baj is lehet, mert vészesen zuhant a véralkohol szintje. Kiabált, hogy gyertek ki, gyertek ki! Ki az a hülye, aki kimegy a kocsmából, nem? Senki! A sok alkoholista, hogy tud örülni neki. És úgyhogy amikor már érezte, hogy nagy baj lesz, minden erejét összeszedte, csiáramoltatás fenyérrel, az univerzum energiáinak leszippantása, után felállt a bicikli tárolóval a fején. Na most könnyen ment, mert nem szerdán történt az eset, ugyanis szerdán nálunk piaci nap van, akkor ebbe a bicikli tárolóba 20-30 kerékpár be van állítva, de így könnyedén felállt vele, és gyalog haza. Szeretettel köszöntöm a Rádió Kabaré nézőit, illetve hallgatóit Villánykövesdről, ahol egy úgynevezett hangulat karbantartó kombinátban gyűltünk ma össze. Ezt azért fontos tisztázni az elején, hogyha véletlenül evőeszközök csörgését hallják, tényleg nem a Bonyhádi Lábaska gyárban vagyunk, itt többen esznek és bátran egyenek, hiszen ez az este nem csak rólunk szól, hanem önökről is. Villány, mint sokan tudják, borvidék, és hát Magyarországon hárommal több borvidék van, mint megye. Igazságtalan az elosztás, három megyének ugyanis nem jutott borvidék. Én az egyikből jövök, Hajdú-Bihar megyében nincs. De küzdünk. Nem nyugszunk bele, megtesszük, amit lehet, hát vannak olyan települések, amelyeknek már eleve a nevükben benne van, hogy szőlő. Például Bodaszőlő, ami egy Debrecen melletti település, és ott ilyen direkt termő, nem véletlenül, direkt termő szőlőborát fogyasztja a lakosság. Ez azzal a plusz élménnyel ajándékoz meg, hogy a tanninok és a gömbölyű savak mellett némi faszesz is van ebben az alkoholban. Ennek fogyasztása ugye nem csak a tudatot módosítja, de generációkon át imputálva az arcbázist is átrendezi. Egy barátom, aki ott tanár, azt mondta, hogy itt élnek a bodapitekuszok. Nem meglepő módon Magyarországon itt van a leggyakoribb UFO észlelés is. Nálunk nem olyan régen volt UFO invázió is, csodálatos teherbeeséssel egybekötve. Sajnos nem voltam otthon, pedig a szomszédaim szóltak, hogy itthon lettél volna, jó lett volna, kellett volna a légpuska. Jöttek az UFO-k nyugat felől, kelet felé mentek, de rohadt sokan, fogyott a kannásból. És jöttek, mentek, aztán másnap kiderült, hogy a szomszéd településen megnyílt a King Kong diszkó, és annak ez a sugárvető nyalábja okozott ilyen kavarodást, több ilyen korongokat vet itt a felhőkre, és azt nézték szerintem indokolatlanul UFO inváziónak. Mondhatnám azt is, hogy a mai estének az a mottója, hogy borból lettünk, borrá leszünk, mert ugye bár mi nem vagyunk borvidék, az én nagyapám az azt hiszem, hogy soha nem ivott vizet. Azt mondta, hogy örüljön, ha megmosdok benne. A fröccs is úgy készült, hogy csak így megmutatta neki a szódás üveget. Sok, nem kell annyi, nem kell annyi. Nagyapa soha nem ivott vizet, egészen sokáig élt, 80 éves elmúlt már, amikor egyszer megfázott, és nagyanyám elkísérte az orvoshoz, mert nem eszik. Kérdezte a doktor úr, hogy iszik a bácsi? Ha bontson ki valamit, doktor úr. Nem úgy értem, hanem szokott fogyasztani? Nagyanyám vette át a szót. Szokott, hátra hagyjon meg. És mit iszik a bácsi? Ahogy fel kell egyből pálinkát? Napközben bort vagy fröccsöt, nyáron sört, ha ünnep van pezsgőt, ha én meghagyom vermutot is. Mióta? Mióta az ezt itt tudja? És dohányzik a bácsi? Igen. Mióta? 75 éve. És akkor...